úgy jöttünk, ha nem lenne holnap, mindent végigjárt. A 911 emléknél az ilyen nagyon megindító volt. A Brooklyn híd gyönyörű, ahogy végigmegy rajta az ember és végignézi a várost. A tornyok közül nem másztuk meg mindet, hanem csak a Empire State Buildinget. Nekünk meg sikerült eljutni a Madison Square Gardenbe és egy Knicks Indiana Pacers kosárlabda meccsre, ami fantasztikus volt. Nem gondoltam volna, hogy ezt valaha átélem, hogy eljutok egy Knicks meccsre. New York-i élményeiket sorolja az énekkar három tagja, Magasi Júlia, Irlanda Gergő és Nótás György, most is épp egy városnéző túra kellős közepén. Ezúttal Manhattan Greenwich Village nevű városrészében kóborolnak, legendás filmsorozatok helyszínei után kutatva. Az útikönyvek szerint ez az a ház, ahol a jó barátok szereplői laktak, legalábbis kívülről. De hogyha nem így van, akkor nagyon sok ember feleslegesen fotózza most, és mi is a rész, mi is közéjük tartozunk. Magasi Júlia nagy jó barátok szakértő. Minden részben van olyan a vágókép, amikor két jelenet között mondjuk, akkor kívülről mutatják ezt a házat, tehát rengetegszer. És ugyanilyen lelkesedéssel beszél New Yorkról is. Lenyűgöző. Tehát az egész környezet, ez a város, az, hogy nagyon sok itt élő magyarnak énekelhettük, de soha ez egyik nemzeti operánkat, ugye a Bánk Bánt. És ez egy nagyon felemelő érzés volt, hát látványosságokról meg nem is beszélve. Minden nap mentünk egy 10 kilométer felett, ez biztos. Pedig a zenekarnak tényleg nem volt könnyű dolga. Erről vezetőjük Csiki Gábor karigazgató mesél ugyancsak egy városi séta közben. Kihívást jelentett már önmagában a helyszín, a Cox Színház is. Ebben a színházban 7 éve nem játszottak operát, és technikailag nem is voltak felkészülve azokra a műszaki segédeszközökre, amik otthon nálunk evidenciák. Tehát például a színpadon szóló kierősített hang, ami a zenekari ároknak a hangját fölvinni a színpadra, azért nem állt rendelkezésre. Ezen kívül nehézséget okozott az, hogy ez a bizonyos monitorrendszer, amely nálunk otthon a színházban ugye több irányból mutatja a karmesternek a képét, azért egyáltalán nem volt. De azt kell mondanom, hogy ahhoz képest, hogy mennyire szükségünk van általában a napi operajátszásban ezekre a kisegítő technikai eszközökre, enélkül itt nagyon jól helytált a csapat. Srácok, itt van a kerítésem, ez a 7 perc, nem nézzük meg. Mondtam, hogy ne hozzuk magunkat. Rengetegszer láttam, ahogy a filmben ide érkezik a Carrie Bradshaw. Bradshaw kiszáll a Mr. Big autójából. És felmegy szomorúan. A sorozatok mellett a futás Júlia másik szenvedélye, ezért a New York maratont is célba veszi, igaz, ő csak mint néző. Nem úgy Könyves Tóth Mihály és Dávida Tamás a zenekar fúvós szekciójának két tagja. A New York-i maratonnak az előfutama lesz ma, egy 5 kilométeres verseny. Ez volt az, amire be tudtunk nevezni egyáltalán, mert kicsit későn kaptunk kézbe, és többi versenyben betelt. Ügyesek legyetek, hajrá! Főzővirág gazdasági igazgató is a futás szerelmese. A szemerkélő eső sem tartja vissza őt és kis futócsapatát egy hosszabb körtől. 8,6 kilométer. Csacköntgár. A rendszeresen futóknak igazi élmény New Yorkban, akár a Central Parkban, akár a Hudson partján futni. Megnyerik, Misi? Simába, lazába. Közben Tamás és Mihály már a legendás New York maraton rajtjánál az 5 kilométeres távra készül. Alig több mint 20 perc múlva érnek a show műsorral felérő célállomáshoz. Lefutottuk az 5520 méter, annyi lett a vége, egész pontosan mértem az órámmal, 23 perc, 8 másodperc alatt, ami azt jelenti, hogy 4 perc, 11-es átlagokat futottunk kilométerenként, ami jó, én ennek örülök. Te is örülsz? Jó, én is örülök. Nagyon jó érzés volt, meg az elején bemondták, hogy hány olimpikon fut velünk, több ilyen New York maraton győztes futott.
Dávid a Tamás számára azért, ahogy a zenészek mindegyikének, a legnagyobb élmény talán mégis a Carnegie Hall-beli koncert jelentette. Másnap itt a legendás koncertteremnél idézi fel társaival az estét. Na, ez az. Ott vagyunk. Szinte mindenkinek, aki már fiatalon elkezd így a zenével foglalkozni komolyabban, egy idő után álma lesz az, hogy itt ebben a, mondhatni azt, hogy a világ legrangosabb, leghíresebb koncerttermében játszon, és tényleg az, amikor beültünk az első próbára, és nem lehetett egyszerűen semmi más csinálni, csak ott áll az ember a színpad szélén, és csodálkozik, és készülnek a fotók, és belefúj a hangszerébe, hogy hogy szól. Egy ilyen elragadtatott pillanatban sikerült Bencének lefotóznia a koncert két sztárját, Rost Andreát és Placido Domingót, amint épp a hárfák mögé ülve szórakoztatták a társulatot. A világhírű tenor három számot is dirigált a koncerten a zenekarnak. Főleg az akusztika csodálatos volt, nagyon jó volt játszani tényleg. És ma pont találtam egy fényképet a Facebookon az Operaház megosztásában, amin Domingo, Rost Andrea és én vagyok a háttérben, és azt mondtam, hogy valaki GPM meg, hogy ez most tényleg így történik. Voltak zenészek a Juilliard iskolából, ami az egyik leghíresebb zenészeti egyem, mondjuk az itteni zeneakadémiának felel meg. Nem is tudom melyik előadáson, talán pont a Sábán vagy a Bánkban, és azt mondták, hogy nagyon, nagyon fantasztikus volt az előadás, és nagyon jól szólt a zenekar, tehát nagyon tetszett neki. Főzeneigazgató Kocsár Balázs is maximálisan elégedett, bár ő közben már a másnapi Hattyúk Tava balett próbáján dolgozik. Közönség visszajelzése úgy a Carnegie Hall-os koncertnél, mint az eddigi opera előadások, illetve a gála koncert esetében, annyira egyértelműen pozitív, hogy azt mondhatjuk, hogy jó úton haladunk. Amit most érzek, az a fáradtságon túl, az egy nagyon komoly boldogság, pozitív visszajelzés, de leginkább az együttes irányában. A feszített tempójú program ellenére a zenészek sem győztek betelni a várossal. Az ott készített fotóikkal valószínűleg körbe lehetne rakni kétszer az operaházat. Végtelen nyüzsgés van, és az ember bármerre indul, mindig talál valami érdekességet, mindig talál valami olyat, ami vagy nevezetes, vagy csak úgy szimplán érdekes. Ilyen érdekességként botlottak bele egyik este hazafelé menet a szállodától pár száz méterre erre a kincse is, ami egy magyar zenész számára, aki nemrég a Kék Szakállú Herceg Bárát játszotta néhány sarokkal odébb a Koch Színházban, igazán felemelő érzés. Itt élt. Ebben a házban. Fantasztikus.